Gerhát László, Gerhátné pap Rita és gyermekeik, Domokos és Balázs volt a vendége szerda délután a Bács-Kiskó megyei Katona József könyvtár zenész családokat bemutató sorozatának. Beszélgető partnerük Jámbor Zsolt, a Magyar Kodály Társaság kecskeméti tagcsoportjának elnöke volt, és mind a négyen bemutatkoztak muzsikusként is. Az esemény a Gerhát fiúk négykezes zongora játékával kezdődött, majd a család Jámbor Zsolt kérdéseire válaszolt a könyvtár nagytermének színpadán. Kiderült, hogy Gerháték életét teljesen áthatja a zene. Domonkos és Balázs beleszülettek ebbe, nem véletlen, hogy a játékaik is zömmel a zenével kapcsolatosak. Több alkalommal szerveztek például gyermekvirtuózok versenyt a barátaik és iskolatársaik részvételével. De nem csak zongorán játszanak, Domokos például ütőhangszeres és versenytáncot tanul, Balázs hegedül és pingpongozik. A zongora az ugye amiatt volt, mert apáik is zongoratanárok, ütőhangszer meg a kiskoromban mindenféle pálcikákkal, én zsákokon dobultam, és onnan jött az idő. Lehet, hogy ezeket a nagyon ritmusos latin táncokat is azért választottad, mert ugyanúgy a ritmusra épülnek, mint ahogy az ütőhangszerek? Hát azt az egyik osztálytársamtól tudtam, barátomtól, hogy van egy ilyen tánc, és akkor elmentem megnézni az egyik napot, és ott kezdtem el az egészet. Balázs, te hogyan jutottál el a hegedűig, hiszen talán dobolhattál volna te is, mint a bátyád? Hát igen, hát két dobverővel kezdtem el hegedülni, hogy egyik volt a hegedű, másik meg a vonó, és így húztam a vonót, és akkor onnan jött az ötlet, hogy hegedüljek. Az eldőlt már, hogy biztosan muzsikusok lesztek, vagy ez még a jövő zenéje? Hát én szeretnék azonni. Hát igazából én is. Az édesanyja Pap Rita csembaló művész a szóló karriert és a külföldi katedrát áldozta be azért, hogy a számára legfontosabbat a családot összetartsa. Több régi zene együttesben játszik itthon és külföldön. Férjével mindketten fontos pozíciók töltenek be a zeneművészeti szakgimnázium vezetésében. Középiskolás korom óta rendkívül érdekelt Johann Sebastian Bachnak és Domenico Scarlattinak a zenéje. Tömegével tanultam középiskolás koromban is, és főiskolás koromban is, és egyre jobban érdekelt, hogy hogyan tudom még jobban megismerni ezt a világot, hogyan tudnám még hűbben a szerzők elképzeléseihez játszani ezeket a darabokat, és így fordultam a régi zenész társadalom felé. Akkor már szerencsére indultak itt Magyarországon is mozgalmak a historikus előadásmód elterjesztésére, és én is számos kurzuson vehettem részt. Téged számosan az ország vezető csembalistái között tartanak számon. Sosem volt olyan érzés benned, hogy egy lehetséges, esetleg nagy nemzetközi hírű szóló karriert adtál föl azért, hogy családanya légy? Hát tulajdonképpen egy tudatos döntés volt részemről, mert tényleg lehetett volna abba az irányba is menni. Nagyon sokszor mehettem volna abba az irányba, hogy Európa szerte koncertezzek, de akkor azt is nagyon tudtam, mert nagyon jól láttam, hogy akkor viszont a családunk nem jöhetett volna létre, az egészen biztos, és én mindenképpen szerettem volna. Engem Lipcsébe is hívtak főiskolára tanítani, el is mentem, föl is vettek, és az utolsó pillanatban visszamondtam, hogy mégsem, hogy én inkább mégiscsak az itthoni, tehát megint csak a család miatt, akkor még nem voltak meg a gyerekek, és nem adtam föl, hogy egyszer legyenek, és nem bántam meg ezt a lépésemet. Azóta is hívtak így több helyre, de nincs bennem most így hiányérzet e tekintetben, bár a főiskolai, tehát a német professzornőm azt mondta, hogy nekem előbb-utóbb főiskolán lenne a helyem, de nincs ebben sem egy hiányérzetem, mert annyira jó muzsikusokkal dolgozom együtt, hogy teljes mértékben kárpótolnak, és a család mellett lét az meg számomra nagyon fontos.
Gerhát László vezetői és zongoratanári munkája mellett több mint 20 éve a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar karmestere és az Evangélikus Egyház presbitere. Laci, egy olyan családfeje vagy, amelyben mindenki muzsikál. Van-e más az életetekben, mint zene? Valószínűleg nincs, mert valamilyen módon minden ide kapcsolódik, vagy minden innen kapcsolódik oda, ami esetleg másnak tűnik. Hadd meggondolkozzam, mert valószínűleg nem fog semmilyen olyan eszembe jutni, ami teljesen független a zenétől. Ez jó van így. Több mint 20 éve vagy a Kecskeméti Szimfonikusok karmestere, tanítasz az iskoládban hangszert, nagyon fontos pozíciód van magának a szakközépiskolának az életében. Hogyan éled meg? Teljes-e az életed? Beleférne-e még egyéb? És ha igen, akkor mi? Ha elégedetlenék teljes mértékben, akkor nem érezném jól magam. Az, hogy mi fér bele az életembe, az nyilván egy meghatározó dolog. Legalább ennyire meghatározó, hogy mit szeretnék, hogy beleférjen, és mit engedek, hogy beleférjen, és mit nem engedek, hogy beleférjen. Ami konkrétan hiányzik, a nem kellő mennyiség zongorázás. Ennek vannak fizikális egészségügyi okai is, azon túl, hogy sok rétű a tevékenységem, és nehezen lehet ezt a fajta elmélyült szakmai munkát a hangszer mellett beiktatni. Azon túl, hogy azért ez munkál bennem, feszültséget és keserítséget nagyot nem okoz. Pláne akkor, amikor azért tényleg adódik néha egy-egy alkalom, hogy ritába leüljünk és négykezesedjünk, hogy a gyerekeket kísérjem. A Gerhát család szerdai könyvtári fellépésének minden percéből sugárzott, hogy összehangolt, harmonikus és szeretetteljes életet élnek.